Ez magának visszaigénylés? Maga a természet gusztus alatt tréfája! Jihalá! Jihalá! Csak nincs valami baj, Honvi? Megöltem Mr. Burns-t! Mi történt, apa? Behúztam egyet Mr. Burns 104 éves képébe. Biztos meghalt? Lehet, hogy csak nagyon-nagyon megsérült. Jó van, gondoljunk arra, hogy nincs semmi baja. Ha bocsánatot kérsz tőle, talán ki sem rúg téged. Homer Simpson! Homer Simpson, letartóztatom. Jó! Homer Simpson, ezennel 200 óra közmunkára ítélem. Közmunkára ítél? No de az munka. Börtönt akarok, ingyen kaját, tetovált könyvcseppet, könyvtári könyveket. Nem akarok dolgozni, főleg a közleknek. Figyelem, bűnözők, jön az eligazítás. Brockman szedje le a használt katonokat a tövises bakorról. Krasztovszki csoportosítsa hajléktalanokat háborúk szerint. Simpson, maga üljön ehhez a piknikasztalhoz és egyen velem. Springfield megyei vásár. Ki jár még ide, meglátja bent? Témám, ha a zene a szerelem étke. Lecseg, 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 lecseg. Ez az asztal annyira masszív, mint az elképzelésed alapja. Most senki nem üvei ezt a lányommal. Még egy testi sértés, Simpson, és le van csukva. De hát muszáj tennem valamit. Mi baj, kicsim? Szeretnék egyedül lenni. Tudod, mit hibáztatok az egészért? A társadalmat? Jaj, izakad van. Neked mindig izakad van. Jó éjszakát, Mo! Milyen állapotban nem vezetetek? Oké, oké. Mi is van az ivással meg a vezetéssel? Vezess lassan. Templom, nyitva? Maga az utolsó reményem. Soha nem kértem segítséget magától, de a lányom végtelenül el van keseredve. A maga segítsége igen sokat jelentene neki. Rendben. Látja, főnök! Mondtam, hogy a templom lapjában megéri hirdetni. Mi az új hús? Csini baba. Elmentem Mohoz. De Homer, reggel 10 óra van. Nyugalom, van egy tervem. Először is összekapcsolom a videót a biztonsági kamera rendszerrel, így mi? Aztán benyomom folyamatos lejátszásba a munkáról szóló videókazettát. Az adatok, amiket vártam. Eddig minden rendben. Parancsolj, Homer! Kösz, Mo! Üdvözletem, Homer! Buongiorno, Tony! Még mindig maffia tag? Az vagyok. Nyilván emlékszik, mekkora szívességet tett magának a mi maffia szindikátusunk. Nos, elérkezett az idő, hogy viszonozza a szívességet. Ne csak annyit mondok, viszlát, uram! Rendben. Távozom. Hé, most jut eszembe.
megint azt álmodtam. Hál' Isten, csak papi, látod? Most mi van? Bocsi a késésért, akkor megkaphatnánk a pénzt. A válaszom? Nem. Szóval kérném a lét. Hallotta a nejem, azt mondta nem. A lábakra, Louis, menj rá a lábakra. Bevarrott szájú Johnny, láttad ki lőtt? Sok mindent láttam. Tudod, lehetnél kicsi aktívabb. Ideje, hogy utána nézzünk a mi kis bogarunknak. Édes álmokat, picim!